A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk a Matthias Corvinus Kollégium. Mint tudjuk, 1996 óta végzi tevékenységét a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményeként, és örömünkre a másik 28 városhoz kapcsolódóan Székesfehérváron is működteti ezt a tehetséggondozó program sorozatot általános és középiskolásoknak, illetve ismeretterjesztő előadásokat szervez. Ezért fontos, hogy egy kicsit beszéljünk erről. Vendégem Östör Anna Mária, a Székesfehérvári Képzési Központ vezetője. Köszöntelek, és Sándorovics Tíve, a Kollégium FIT program Székesfehérvári régió vezetője. Köszöntelek. No, én azt hiszem, hogy 2020 egy olyan pillanat, amit azóta is emlegetünk, függetlenül attól, hogy most majd a programokról később beszélünk, hiszen egy óriási előrelépés volt abban az értelemben, hogy Székesfehérvár is kapcsolódhatott ehhez a programhoz, mert ez valamilyen szinten és módon hiányzott. Nem csak az általános és középiskolásoknak, hanem azok az ismeretterjesztő előadások, amelyeket egyébként mi általában közvetítünk, hiszen rendkívül érdekesek és olyan témákat boncolgatnak, amelyek fontosak a köznapi ember számára is. Tehát ez példanélküli. Kezdjük a megalakulás körülményeivel. Azt hiszem, hogy Székesfehérvár a királyi város, a gazdaság, a kultúra városa az elsők között kaphatott helyet ebben a 28 városban, és ez egy fontos pillanat volt. 2020-ban kezdődött el a Matthias Corvinus Kollégium vidéki terjeszkedése, amikor elhatározták, hogy minden megyeszékhelyen szeretnének központot, és a választás először esett Székesfehérvárra. Tehát mi valóban elsőnek kezdtük el a tevékenységünket, és egy nagyon furcsa időszakban, hiszen akkor zajlott a Covid-járvány. Úgyhogy a felvételiztetést, a meghirdetést mindent a Covid szabályainak betartásával kellett végeznünk, tehát ez azt jelenti, hogy például a gyerekeket iskolai udvarokon tudtuk megkeresni, odaléphettünk csak be. A felvételiztetés online zajlott, és az első órákat is úgy bonyolítottuk, hogy bejöttek az oktatók a központba, és a gyerekek pedig fönt szépen 25 gyerek kivetítve a falon, és így ilyen interaktív módon zajlottak az órák. Úgyhogy nem volt könnyű ez az időszak, de így kezdtük aztán a középiskolás programot is megvalósítani. Akkor még egy bérleményben voltunk a királysoron. 25 gyerek kezdte meg az első évfolyamot, akik komoly felvételi procedúrán estek át. A középiskolás programot pedig 2021 márciusában indítottuk el Szabó Bakos Györggyel. Rendkívüli felelősség, én azt gondolom. Először is egy olyan csapatot kellett verbúválni, akik maximálisan hisznek abban, amit az MCC meghirdetett alapból, hogy tehát egy olyan oktatótermeket kellett létrehozni, élménypedagógiai módszereket kellett megtanulni, elsajátítani és megvalósítani, és ez persze kellettek oktatási eszközök, meg közösségépítést támogató játékok, tehát nagyon-nagyon sok minden. De a legfontosabb itt, én azt hiszem, mint mindenütt az ember. Miként sikerült olyan munkatársakat találni, akik hisznek ebben a módszertanban, és ráadásul meg is tudják valósítani maximálisan. Ez egyébként sikerült, de menjünk vissza a kezdetekhez. Hát én azért ősrégi székesfehérvári vagyok, és hát minden ismerettségemet, tudásomat, tapasztalatomat próbáltam bevetni, hogy a kollégák olyanok legyenek, akik mindenben megfelelnek ezeknek a valóban nem könnyű elvárásoknak. Úgyhogy Szabó Bakos György egy rendkívüli jó tanár, ő egy történész, angol szakos tanár,
A FIT programot pedig Sándorovics Tímea irányítja, aki számomra nagyon kedves területen dolgozik, hiszen ő egészségtanár. Ez azt jelenti, hogy ő valóban szívvel, lélekkel a gyermekek nem csak lexikális tudására figyel, hanem valóban odafigyelünk a gyerekek lelki világára, arra, hogy például a szünetekben kimenjenek és a levegőn legyenek, hogy egészségesen is éljenek közben. Nem egészségtelen ételeket adunk, hanem gyümölcsöket esznek a szünetekben. Úgyhogy valóban igyekszünk nagyon komplexen kezelni a gyermekeknek a fejlesztését. Mestertanárként váltott. Milyen gondolatokkal érkezett meg, hiszen ez egy új történet. Nyilvánvaló, amit az egyetemen elsajátított, illetve a mesterképzésben az felhasználható, ugyanakkor ez egy kicsit más, hiszen az egészségtan mellett azért nagyon fontos a mentális egészség is, azért, és ráadásul a tanultakat úgy elsajátítani, hogy az egy csoportban az ideális legyen. Amikor döntött a váltás mellett, akkor milyen álmai voltak? A döntésemet főleg azt célozta meg, hogy ugye a Covid ideje alatt én egy kórházban dolgoztam, krónikus osztályon, és a betegeket tanítottam az egészséges életmódra. Viszont a Covid helyzetben minél kevesebb személyzet kellett a betegekhez, és ebben az időszakban találkoztam Anna Máriával, akivel megbeszéltük ezt az MCC-nek az új kezdetét, és nagyon örültem a lehetőségnek, hogy gyerekekkel foglalkozom, szintén az egészséges életmód is előtérbe kerül, és szeretem a kihívásokat, a kalandokat, amire a gyerekeket is ösztökélem. Ugye közösséget építeni rendkívüli felelősség. Én azt tapasztalom, hogy sikerült, de ennek vannak lépcsőfokai. Hogy kezdődött? Hiszen azokat a fiatalokat meg kellett győzni arról, hogy igenis az iskola mellett egy olyan képzési programban vehetnek részt, ami a javukra válik a jövőben is. Hát minden újdonságnak a bemutatása. Azért ez nagyon nehéz, úgyhogy el kellett mennünk az iskolákba, ott meggyőzni, bemutatni a programot. Elmondani, hogy miről szól a tehetségfejlesztés, hiszen azt még tudni kell ehhez, hogy az órákat, a kurzusoknak a szakmai részét mindig központi tematika szerint bonyolítjuk, és oktatók járják Magyarországot. Tehát mondjuk van egy rejtélyes építészet kurzus, akkor erre egy kiválasztott oktató érkezik Budapestről, tehát kiváló szakemberek, és itt pedig a kollégák egyfajta osztályfőnökként működnek közre ebben a dologban. Tehát nem ők tanítják a tudnivalókat. És ezt be kellett mutatni, ezt a rendszert, hogy ez hogy működik, milyen készségeket tud a gyerekekben fejleszteni, és talán ami szerencsétlenség is a Covid-ban, szerencse is volt, hiszen ez a hívó szó, erre ki voltak éhezve már a gyerekek, hogy végre valami újat tudunk csinálni, valami történik, és nagyon sokan jelentkeztek, és mivel ők jól érzik magukat, nagyon szeretnek ebbe a közösségbe járni. A pedagógusok és a szülők szerint is látványosan fejlődnek, így azért ennek a híre. Nagyon örülök, hogy jó. Ugye éve van, ugye mondtuk, hogy az általános iskola felső tagozatosokkal kezdődik a Fiatal Tehetségprogram. Melyek azok a legfontosabb tudnivalók, amelyek körülveszik egy-egy olyan előadást, illetve ezt a programot, amely a legkisebbeket érinti? A Fiatal Tehetségprogram a felső tagozatos osztályokat, évfolyamokat érinti, 5-től 8. évfolyamig. Azt kell tudni a programunkról, hogy egy központilag meghatározott órarend szerint zajlik az életünk. Minden második héten szombaton vannak a diákoknak programjuk, kurzusuk, egész napos elfoglaltsággal, reggel 9-től délután 4 óráig tart a kurzus.
középiskolás program, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen a középiskolások utána egyetemre kerülnek többségében, és hát ők a jövő, ha úgy tetszik. Középiskolásaink számára végig a tanulmányaik alatt nyitott a program. Mindig járunk az iskolákba, bemutatjuk a programot, és ők bármelyik évben jelentkezhetnek. Tehát jelentkezhetnek 9-ben, 11-ben, és számunkra végig nyitott ez a program. Ők hetente úgynevezett klubdélutánokon vesznek részt, amikor rendkívül változatos tematikájú előadásokat hallgathatnak, workshopokon, foglalkozásokon vehetnek részt, de ezen kívül még e-learning tananyagot kell elsajátítani. Tehát a FIT programban is, amikor egy előadás, foglalkozás lezajlik, akkor utána megerősítésként e-learningben ezeket a tudnivalókat meg kell erősíteniük. A középiskolásnak úgynevezett kurzusokat kell felvenni, ami az ő érdeklődésének megfelelő. Ez az MCC-ben nagyjából társadalompolitikát jelent. Tehát jog, íráskészség, ugyanez angol nyelven, társadalomtudomány, történelemtudomány, tehát ilyen témakörben kapják a legtöbb tudnivalót, és ebből bizonyos mennyiségű e-learning kurzust el kell végezniük. Igen, nyilván kialakul bennük egy jövőkép, ami az egyetemi program során már a valósággá válik, és az egyetemen túli programoknál pedig csak megerősítést ad, mert ezek is fontosak, ugye, hogy az egyetemisták is kaphatnak lehetőséget arra, hogy részt vegyenek ezeken a programokon. Na most úgy néz ki, hogy az MCC gyakorlatilag egy életpályát kínál. Tehát aki bekerül a fiatal tehetség programba, hát ő már egyfajta tanulás mintát, egyfajta gondolkodásmódot elsajátít, és ezt tudja végigvinni a középiskolában, és utána pedig a junior programban az egyetemen. Az egyetemi képzés az úgy zajlik, hogy felvett egyetemista hallgatók vehetnek részt a junior képzésben, tehát attól nekik egy másik egyetemet rendesen kell végezni, és ezek kiegészítő képzések. Népszerűek egyébként ezek a programok? Tehát kimondhatjuk, hogy 2020 óta folyamatosan növekszik az a létszám, akik érdeklődnek ez iránt? Rendkívül. Már több ezer diák vesz részt a képzésben. Körülbelül, ha mindenkit hozzáveszünk, akkor Magyarországon 7000 tanulónk van. És Székesfehérvárra ez miként vonatkozik? Székesfehérváron most már a negyedik évfolyam jár hozzánk, tehát 5-6-7-8, 100 diák, és a középiskolás programunkban, mivel ez nem ennyire szoros, több a beiratkozott hallgatók száma, körülbelül 160-170, és akik rendszeresen részt vesznek a programokon, ők körülbelül 50-en vannak. Beszéljünk a tudásközpont részről, hiszen az is kiemelten fontos abban az értelemben, hogy ezek a mobilitási programok, bár furcsán hangzódnak ebben a jelzőszerkezetben, de rendkívül fontos részei az MCC-nek. A mobilitás alatt azt érted, hogy elvinni a tudást mindenhová? Igen, igen. Hát akkor beszéljünk először is arról, mert nem szeretném, hogyha ezt kimaradna, hogy az MCC a Kárpát-medencében is nagyon erős. Ez egy Kárpát-medencére kiterjedő tehetséggondozó program. Ez azt jelenti, hogy Erdélyben, több helyszínen, Kárpátalján, Felvidéken, és most már a Vajdaságban, Szabadkán is folynak képzések. Ennek azt hiszem, hogy nem kell hangsúlyoznom a jelentőségét, hogy milyen hatással van a magyarság megőrzésére, az ott élőknek egy köldökzsinór a szülőfölddel, de megemlíthetem azt is, hogy például a Covid és a háború időszaka alatt a Beregszászi központból a nehezebb időszakban Debrecenbe jártak át a gyerekek tanulni. Tehát mindenképpen egy óriási lelki pluszt is jelent a
kinti magyarság számára. Nyilván vannak konferenciák, vitafórumok itthon is, de a legfontosabb, amit ahogy a bevezetőben is említettem, azok az előadások, amelyet nagyon sokan kísérnek figyelemmel. Most már ott tartunk egyébként, hogy az előző helyszínen, mármint az előző otthonotokban nem lehetett beférni, azért ez óriási lépcső most a belvárosban, mert itt azért, ahogy ha valaki már körülnézett, akkor látja, hogy remek nagy létszámú előadó terem van, és így tovább. Tehát ezek nagyon fontosak. Viszont az is nagyon fontos, hogy milyen elvek mentén születik meg a döntés egy-egy előadásról. Rendkívül érdekesek, de azra nagyon-nagyon kell figyelni, hogy a különböző korosztályokat is megszólítsátok, és ez én úgy látom, hogy sikerül. Nagyon figyelünk arra, hogy színvonalas előadókat hozzunk. Az MCC kötelékében valóban Magyarország és akár világszerte ismert egyéniségek dolgoznak, és ők nagyon lelkesen jönnek az összes helyszínre előadásokat tartani. Nagyon figyelünk arra, hogy az MCC-nek az alapelve érvényesüljön az előadásokban is. Hiszen a hallgatóktól is azt várjuk, hogy minél többet tanuljanak, legyenek minél tájékozottabbak. Beszéljenek sok nyelvet, próbálják ki magukat külföldön, hiszen az ösztöndíj programok segítségével szinte a világ bármely részére tudnak egy-két-három hónapos ösztöndíjjal eljutni, a saját érdeklődési, kutatási területüket fejleszteni, és amikor hazajönnek, akkor ezt egy jó értelembe vett patrióta szellemben magyarországi javára próbálják megkamatoztatni. Igen. Ennek jegyében hívjuk az előadókat is, és nagyon örülünk annak, amikor a középiskolások is a fiatal tehetségprogramban a 7.-8.-osok már nagyon nyitottak a tudományra, nagyon nyitottak minden érdekességre, minden színvonalas előadásra. Nagyon örülök, amikor látom, hogy a felnőttek mellett a diákjaink is részt vesznek ezeken. Igen, hát a lokálpatrióta és a patrióta nem idióta, bármennyire is játékosan hangzik, de ez nagyon-nagyon fontos. Régióvezetőként mit tart most, milyen jövőképet nyújt, mit tart az elsődleges feladatának, hogy lehet tovább lépni, hiszen megvan ez a rendkívül magas szint, ugyanakkor mindig van tovább lépési lehetőség. Így van. A Fiatal Tehetségprogram az az MCC életútjának az első állomása, tehát nagyon nagy felelősség, hogy a kisdiákok megfelelő tudással, kreativitással rendelkezve léphessenek tovább a középiskolai programunkban. Ez éppen ezért, mint egy svéd asztalon, a tudások színes palettáját kínáljuk a gyerekeknek. Nagyon sokféle kurzusunk van, természettudományos kísérleteket végzünk, aztán egészség és tudat kurzusunk van, de pénzügyi tudatosság, vagy éppen vitakultúra kurzusaink is vannak. Tehát egy nagyon komoly jövőképet kapnak. Ennek viszont fontos része a kitekintés, hiszen itt említetted már, de azért tudjuk, hogy Berlin, Bécs, most Nagy-Britannia, Brüsszel, tehát mindenütt van lehetőség, hogy a fiatalok kitekintsenek, ott legyenek, megértsék, megtanulják, hogy mi minden történik Európában. Ez is folytatódhat, hiszen folyamatosan születnek meg ezek a megegyezések. Ez kölcsönös, hiszen nagyon sok vendégkutató, vendégprofesszor érkezik az MCC-be a világ szinte minden tájáról. Amerikától, Japánig, bárhonnan szeretettel látjuk őket. Ők is látogatást szoktak tenni Székesfehérváron. Ők itt kutatnak, és a tudásokkal, a tapasztalatukkal próbálják segíteni az itteni fiatalokat, és az intézmények közötti kapcsolat segítségével pedig a mieink is tudnak kimenni.
ez teljesen az ő egyéni fejlődésükre szabott irány, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy évre kiköltöznek, hanem meghatározott időre mennek ki egy tudományos céllal. Jó, most akkor jöjjünk haza, hiszen nagyon fontosak azok az előadások, amelyekről beszéltünk, és az új hely, én azt hiszem, hogy most már belakta minden dolgozó, jártam ott, azt hiszem méltó helyszín mindenféle értelemben. Mi várható a közeljövőben, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy ahogy beszéltünk már róla, a teltház fogadja az előadásokat, és mindig valami egészen különleges hangzik el. Tehát én nem tematizálom pontosan ezért, nem is lehet szerintem tematizálni, de amit célul tűzött ki a Matthias Corvinus kollégium a megalakulásakor, az azt hiszem, hogy 100%-osan teljesül itt. Nagyon sokféle előadásunk van, és tényleg nagyon örülök ennek a Táncsics utcai épületnek, hiszen teltházas előadásokat bonyolítunk itt is. Nagyon különböző témakörben, környezetvédelemről, mesterséges intelligenciáról. Nagyon érdekli a fehérváriakat egyébként a történelem, a politika, tehát ilyen irányú előadások is elhangzanak. Hát például mire adásba kerülünk, már biztosan nem lesz hely, és már most sajnos lassan le kell zárnunk a regisztrációt, most háborús szakértők jönnek. De a következő előadásunk, erre mindenképp várunk téged is, hiszen halhatatlan sportolók érkeznek. Kővárita és Jónyer István látogat majd el hozzánk. Ők egy kicsit más megvilágításból, a sporton keresztül, hazaszeretetről, felelősségről nagyon mély és értékes beszélgetésre számítok tőlük is. Nagyon szépen köszönöm. Tehát egy ízig-vérig 21. századi jövőképe van a Matthias Corvinus kollégium székesfehérvári szervezetének is. Ennek tükrében mit kívánjak én a székesfehérvári fiatalok, kevésbé fiatalok nevében, hiszen ez egy komplex tudásközpont mindenféle értelemben. Mit kívánhatok? Hát most az előadásainkra sok nézőt és nagyon jó előadásokat. Most indul a jelentkezési programunk. Én azt szeretném, hogyha minél több gyerek megismerhetné Székesfehérváron az MCC programját, és általában véve pedig én azt szeretném, hogyha látszana, hogy egy biztos, hazafias, patrióta értékrendet képviselve neveljük, gondozzuk, óvjuk a gyerekeinket, és próbálunk Székesfehérvár közéletében részt venni. Kedves Tíme! Én a fiatal tehetségprogram keretében szeretném kívánni, hiszen most keressük meg a negyedikes kisdiákokat, és ismertetjük a fiatal tehetségprogram részleteit, jellemzőit. Úgyhogy bízom benne, hogy minél több negyedikes kisdiák jelentkezik a programunkba. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Történjék így, nincs kétségem felőle, hogy így lesz egyébként. Köszönöm szépen. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Őstör Anna Mária, a Székesfehérvári MCC képzési központjának vezetője volt, illetve Sándorovics Tíme, a FIT program Székesfehérvári régió vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.